Szeretettel köszöntjük Önöket, elnézést a kis késésért. Szeretném bemutatni a mai előadónkat, Fehér Katalin, aki az ELTE PPK professzor emeritusz, a kutatási területe a magyarországi művelődés történet, és most, amiről fog beszélni, ez azt hiszem, hogy egy újabb szerelmet, de ezt el fogja mondani. Nők a reneszánsz Itáliában, fogadják sok szeretettel az előadását. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és nagyon örülök, hogy kaptam lehetőséget arra, hogy itt előadhatok Önöknek. Ahogy Orsi mondta, ez a kedvenc témám, nem a kifejezett kutatási témám, remélem, hogy tudok nyújtani olyasmit ebből is, amiből lehet épülni és tanulni. A rövid zenei és képi felvezetés után mennénk egy kicsit tovább, és szeretnék mutatni Önöknek egy idézetet, amit 1479-ben egy Medici lány, Lucrezia de Medici, akit Nanninának neveztek otthon a családban, az édesanyjának írta egy levelet, és ebben a levélben szerepel ez az idézet, hogy ha az életben azt szeretnéd tenni, amire vágysz, ne szülesd nőnek. Ez az idézet az, tudom, hogy a férfiak annyira nem imádják ezeket az idézeteket, de ez történelmi tény, hogy ez ebben a levélben megvolt. Ezzel az idézettel szeretném kezdeni az előadásomat, ami a reneszánszkori nők egy csoportjáról szól. Először nézzük meg azt, hogy hogyan nézett ki Itália abban az időszakban, amelyről én beszélni szeretnék Önöknek. 1480 és 1520 közötti időről van szó. Itt látnak egy térképet, amely Itáliát mutatja ezekben az években. Látják, hogy apró kis államokra oszlott Itália, amelyek mindannyian önállóságra törekedtek. Északon a Velencei köztársaságot látjuk, élén a dózsékkal, a fehér eljelzett rész a milánói hercegség, élén a Sforza dinasztia különböző tagjaival. Ferrara egy kis állam volt, de nagyon jelentős volt politikai és kulturális szempontból egyaránt. Ferrarát sárgával jelölik, és ott a tenger mellett van, ez egy kicsi állam. Mantova szintén egy kicsi állam, de jelentős volt kulturális szempontból.
ezt az államot a gonzagák vezették. Firenzéről sokat tudunk, Firenzében ekkor a Medici család uralkodott, bár Firenze köztársaság volt. Középen itt látjuk a pápai államot, élén a különböző pápák álltak, akik közül egyel közelebbről is meg fogunk ismerkedni. A városok urai uralmuk fényét és városok tekintélyét nagyszabású építkezésekkel és a művészetek és a tudomány pártolásával növelték ebben az időszakban. A vezető családok tagjai közül kerültek ki a főpapok és a világi fejedelmekként uralkodó pápák is. A következőkben szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy a reneszánszkor Itália társadalmi elitjéhez tartozó hölgyek életét, sorsát hogyan lehet mikrotörténeti megközelítésben egy kicsit körüljárni. Megnézzük először azt, hogy mit is jelent az, hogy társadalmi elit. A társadalmi elit körébe tartoztak azok a nők, akik az uralkodó családok gyermekei voltak, vagy tagjai voltak, és őket egészen másképpen nevelték, és egészen más célokat tűztek ki eléjük, mint az alsóbb társadalmi rétegekhez tartozó nők gyermekei elé. Az ő életükről azért választottam őket, mert az ő életükről maradt fenn hiteles írásos képi és itt hiteles írásos és képi forrásanyag, ami nagyon fontos, hiszen ha nem tudunk miből dolgozni, akkor az a történelem nincs is. Az előadásomban a nők élete, magánszféraik bemutatása sokat elárulhat számunkra arról, hogy a reneszánszkori társadalmi elit körében hogyan éltek a nők, hogyan éltek a házasságban, milyen volt a szexualitás, milyen volt a gyermekek születése, milyen volt a társasági élet. Ezek érdekes és a mai történészek számára fontos problémák. A nagyon fontos még mikrotörténeti szempontból az is, hogy feltárjuk a kapcsolati hálókat, amelyek ezeket a nőket körülvették, és amelyek körében ők éltek. A mikrotörténelemről beszéltem, itt egy kicsit definiálnunk kellene azt, hogy mit is jelent a mikrotörténelem. Mikrotörténelem azért nehezen definiálható, mert nagyon sokféle megközelítése van. Itt néhányat kiválasztottam. Az olasz mikrotörténeti iskola képviselői közül Carlo Ginzburg és Giovanni Levi nevét kell megemlítenünk, akik a családok, kisközösségek vagy egyének kapcsolatrendszerét vizsgálják mikrotörténeti módszerekkel, a kapcsolati hálók feltárásával. Másodiként beszélhetünk a francia Annales iskola harmadik generációjáról, köztük Jacques Le Goffról és Jacques Reverről, akik szembefordulva a történelem korábbi makroszemléletű megközelítésével azt hangsúlyozták, hogy a magánszféra az egyedi élettörténetek vizsgálata fontos abból a szempontból, hogy betekintést nyerhessünk az általánosba. Az irányzatok követői, ahogy itt láttuk, eltérnek attól a korábbi társadalomtörténeti megközelítéstől, amit mi megszoktunk és amit mi tanultunk a középiskolában, hogy nem struktúrákat, nem folyamatokat vizsgálnak, hanem embereket és a mindennapi élet jelenségeit. Ezek a történészek a történelem során megjelenő egyediség kutatásával foglalkoznak, és az apró részletek bemutatásával, és azt gondolják, hogy az eddig fel nem ismert jelenségeket, tényezőket hozhatnak fel azzal, hogy ezeket az apró történeteket kikutatják. Azt gondolják, hogy a lokális perspektíva megmutatása elvezethet minket egy globális mintázat megismeréséhez.
Itt felírtam egy nevet, úgy hívják őt, hogy Linda Gordon, ő a New York Egyetem professzora, és ő egyenesen azt mondja, hogy az életrajzírás, a biográfia, az kifejezetten mikrotörténelem. Úgy gondolom, hogy érdekes lehet ilyen megközelítésben vizsgálni a reneszánszkori nőket. És itt most engedjenek meg nekem egy személyes megjegyzést, én is a harmadik korhoz tartozom, és én nagyon régen jártam egyetemre, és valamikor a 70-es években egy professzor, akit úgy hívtak, hogy Mátray László filozófus történész volt, ő egy szerkesztőségi beszélgetés keretében, a Magyar Könyvszemle főszerkesztője volt ekkor, azt mondta nem kis szarkazmussal, hogy a nők kizárólag prézlit tudnak gyártani, mármint hogy a női történészek. Ezzel arra akart utalni, hogy a női történészek csak arra képesek, hogy az apró részleteket kutassák, és képtelenek átlátni a nagy globális összefüggéseket. De ezzel ugye elvette a kedvét sok történésznőnek attól, hogy olyan módon kutasson, ahogy szeretett volna, de ma már itt van előttünk a mikrotörténelem, és úgy gondoljuk, hogy ennek alapján lehet apró dolgokat is kutatni, nem csak nagy összefüggéseket. Megnézzük most azt, hogy hogyan alakult a nőkről alkotott kép a reneszánsz Itáliában, és ehhez először mutatok egy különleges képet, Sandro Botticelli képe, az a cím, hogy a Gráciák. Nagyon ritka kép, csak a Louvre-ben látható, egy freskót tettek rá vászonra, és itt láthatunk olyan hölgyeket, akik a reneszánsz kori nőideált testesítették meg abban az időben. Milyen is volt a reneszánsz kori nőideál? Egy nőnek elsősorban szépnek és vonzónak kellett lennie ahhoz, hogy észrevegyék, hiszen férhez kellett menni, ez volt a cél. Az erényes feleség, a jó anya képe lebegett a szülők szeme előtt, és így próbálták nevelni a lányaikat. Fontos volt az, hogy egy nőnek hosszú, világos színű haja legyen, hosszú nyaka, vékony ovális arc, a szabályos vonásai, mint ahogy itt ezen a képen láthatjuk, ezen a Botticelli képen. Fontos volt a magas homlok, az egyenes keskeny orr és a kicsi száj. Elvárták egy nőtől, akit alapvetően ideálisnak tartottak, hogy a termete sudár legyen, arányos legyen, elegáns legyen a testtartása, kecses a mozgása, kerek a csípője, és viszonylag kicsi és formás melle legyen. Itt láthatjuk a képen az ideális női hasat, ami nem olyan lapos, mint manapság, amit mi látunk a mai manökeneken, hanem egy picit körte alakú. Ezt tartották ideálisnak. Ez azért érdekes, mert az ilyen has alakú nőt tartották termékenynek a férfiak, és így könnyebb volt férhez mennie, hogyha nem volt egészen lapos. Ezeket a külső személyes vonásokat viszont láthatjuk számos korabeli reneszánsz festőképén, mondhatnánk Leonardot, mondhatnánk Fra Filippo Lippit és másokat is. Nézzük meg, hogy hogyan gondolkodtak nem csak a reneszánsz nő külsejéről, hanem a belső tulajdonságairól is. Milyen volt az ideális főúri udvarnő ideája? Úgy hívták ezeket a nőket, akik a főúri udvarokban nőttek fel, Donna di Palazzo. Ez a hölgy, ez nagyon érdekes, ahogy Baltasare Castiglione leírja az Udvari ember című művében, amit Urbino-ban alkotott meg 1508 és 1515 között. Ő azt írja, hogy a nő ne a tudományával emelkedjen ki a társaságból, különösképpen nem a férfiak közül, hanem szépségével, finom ízlésével, tapintatával és a társalgásban mutatott művészetével. Annyit kell tudnia egy nőnek, mondja Castiglione, hogy
megértéssel követhesse a férfiak beszélgetését, és ügyesen szőhesse tovább a társalgás fonalát, ösztönző hatással lehessen a férfiakra, de semmiképpen sem fitoktassa azt a tudást, amit esetleg összeszedett a bátyaitól mondjuk, vagy a bátyai nevelőitől, mert ezt ugye a társaságban nem illik egy nőnek megtennie. Azt mondja Castiglione, hogy inkább a művészi készségekben, a társas erényekben igyekezzen kiválni egy nő, játszon hangszeren, táncoljon, rajzoljon, de legeslegfontosabb tulajdonság az udvari nőnek az, hogy társalogni tudjon, beszélgetni tudjon. És akkor itt nézzük azt meg, hogy hogyan nevelték a társadalmi elit leányait mindezeknek az elveknek megfelelően. Humanista alapon nyugvó, általában személyre szabott nevelést kaptak ezek a lányok. Híres humanistákat fogadtak melléjük a szüleik, akik speciális módon nevelték ezeket a lányokat az előbb hallott elveknek megfelelően. Itt megemlíthetnénk egy spanyol humanistát, Juan Luis Vives-t, aki egy nagyon érdekes könyvet írt Aragonéi Katalin és 8. Henrik lánya Mária számára, és ebben ezeket az erényeket hangoztatja ő is, mint amit itt hallottunk egy kicsit keményebb megfogalmazásban. Azt kell tudnunk, hogy a magánéletben minden kérdésben a férfi határozott és a férfi parancsolt, az apa, a férj, vagy pedig a fiú. És a lányokat apró gyerekkoruktól kezdve arra nevelték, hogy engedelmeskedjenek családjuk férfi tagjainak. A szülők választották ki gyermekeik házastársait, és a házasságok általában politikai vagy gazdasági érdekekből születtek. Az eljegyzés már gyermekkorban megtörtént, előfordult, hogy 2-3 éves kisfiúkat és kislányokat jegyeztek el egymással, és aztán a maga házasság a lány 12-13 éves korában megtörtént. Előfordult az is, hogy az esküvőn látta először egymást a mennyasszony és a vőlegény. Igen, tetemes összeget tett ki a mennyasszony hozománya ezekben az udvarokban. A hozomány az nem csak pénzből állt, hanem különféle tárgyakból is, ruhákból, ékszerekből, használati tárgyakból, bútordarabokból, étkészletekből, ilyesmikből. Az is szokás volt a főúri körökben, és ezt szoktuk látni erről a korról szóló filmekben, hogy a család elkísérte a fiatalokat a nászobába, sőt az is előfordult, hogy egyházi személyek és családtagok is jelen voltak a házasság elhálásakor. A házasságok dinasztikus okok miatt köttettek, tehát olyan nőt nem vettek feleségül, akiről tudták, hogy esetleg az édesanyja nem szült 8-10 gyereket, mert azt gondolták, hogy a leány is örökli akkor ezt, és ez nagyon szomorú dolog volt. A nő, aki nem szült fiú utódot, sokkal sebezhetőbb volt, mint az, aki szült. Gondoljunk csak megint Aragonéi Katalinra és 8. Henrikre, akiknek csak lányuk született, illetve a fiaik meghaltak. Milyen nehéz helyzetbe került Aragonéi Katalin ennek következtében. A nőknek a szülés előtt 6 héttel be kellett zárkozniuk egy sötét, teljesen elzárt szobába, abból a célból, hogy semmi se zavarja a szülés előtt őket, és ekkor csak a család nőtagjai, vagy pedig a szolgák látogathatták őket. A szülésnél jó esetben orvos segítségét is igénybe vehette a nő, de legtöbbször csak bábák voltak a szülőnő mellett. Ha csecsemő egészséges volt, és különösen fiú, akkor ezekben a városokban, amikről itt a korábban szó volt, hatalmas ünneplés kezdődött a tűzijátéktól kezdve az artistákon át, mindenféleképpen ünnepelték azt, hogy kisfiú született a dinasztiában. A társadalmi elit köreiben nem az anya nevelte a gyerekeket, nem az anya szoptatta,
hanem nagyon hamar dajkák kezére adták őket. Ennek megvolt a biológiai oka az, hogy az anya minél előbb ismét szülőképessé váljon, és a dinasztia tovább gyarapodhasson ezáltal, tehát születhessenek a gyerekek. Itt felírtam, hogy mi volt az oktatás tartalma ebben az időben a lányok számára. Elsősorban vallást tanultak, elemi ismereteken túl később latint és görög nyelvet is elvártak a tanult nőktől. Tanultak antik filozófiát, olvastak klasszikus és kortárs irodalmat, hangszerjátékot tanultak, főként lantot, énekeltek, zenéltek, táncoltak, rajzoltak, és már az egész kislányokat 5-6 éves korukban bevezették a társasági életbe, részt vehettek a társasági ünnepségeken, és gyakorolhatták azokat a készségeket, amelyekre később majd szükségük lesz. Maradtak fenn ilyen követi jelentések, amelyek például az Este udvarban Izabella Esztét 5 éves korában úgy jellemzik, hogy olyan szellemesen társalgott már, mint egy felnőtt nő, de erre nyilván megfelelő tanításra volt szükség. És akkor most itt látják a Milánói Ambrosiana könyvtárnak a bejáratát. Az is volt, azt még elfelejtettem az elején mondani, hogy az is volt a célom ezzel az előadással, hogy nyilván sokan jártak önök közül Rómában és Olaszország különböző városaiban, ne csak azt nézzék, ami a kötelező turistakörökben benne van, hanem valami mást is. Itt láthatják ezt az Ambrosiana könyvtárat, ami nagyon érdekes könyvtár. Itt őrzik Leonardo Codex Atlanticusának eredeti lapjait, és a legtöbb látogató csak végig rohan a termeken, és csak ezért megy ebbe a könyvtárba, úgyhogy a többi terem nagyjából üres. Ám de ebben a könyvtárban lehet látni sok csodálatos dolgot, többek között ezt. Ezt én fényképeztem, bocs, ha nem tökéletes. Ez egy hajfürt. Látják, hogy egy szépívű tárolóban található. Ez a gyönyörű vörös-arany hajfürt körülbelül 500 éves, és a reneszánsz egy híres hölgyének innen a homlokából való hajfürt. Hogy ki, feltetjük a kérdést, hogy kié volt ez a hajfürt, hogy hogyan őrződhetett meg ilyen hosszú ideig, és hogyan került egyáltalán ebbe a könyvtárba. Egyszerű a válasz, a hölgy 23 éves korában elküldte szerelmének, a humanista költők akkori fejedelmének, Pietro Bembónak ezt a hajfürtöt egy levélben szerelme zálogául, és Pietro Bembó levelezésében, levelei között maradt meg ez a hajfürt, amire aztán sokkal később, 2 évszázaddal később talált rá egy kutató, aki feldolgozta Bembó levelezését. Így maradt meg ez a hajfürt, és összesen ennyi maradt ennek, gondolják csak végig, hogy ennyi maradt ennek a nőnek a testi valójából. Tehát a testéből semmi, csak ez a hajfürt. De ez is nagyon sokat eláról és sokat jelent. Itt láthatunk egy freskó részletet, Pinturicchio festette, és a Vatikánban látható, bizonyára önök közül is sokan látták, alexandriai Szent Katalin hitvitáját ábrázolja ez a freskó, illetve egy részletét láthatjuk most. Itt látjuk, mert nem tudom, hogy lehet-e látni, hogy a szőke hölgynek itt a homlokán egy picit sötétebb a haja, kicsit vörösesebb, tehát erről a hölgyről volt szó. Bizonyára sokan kitalálták már, hogy kiről van szó, de most még maradjon ez a dolog titokban. Nézzük meg, hogy milyen forrásokból tájékozódhatunk ennek a bizonyos hölgynek és az őt körülvevő világnak a kapcsolati hálójáról. Az első forrás, amit megemlítek, egy kortársé, Johannes Burkhardus, vagy Johann Burkhard, egy német származású strasburgi ceremónia mester volt a pápai udvarban. 1483 és 1506 között működött itt.
és pénzért vásárolta meg ezt a posztot magának, de tisztességgel végigcsinált mindent, és az ő kézzel írott naplója, Liber Notarum, egy nagyon fontos és nagyon pontos, németes pontosságú forrás, mindent leírt, amit a saját szemében látott, sőt, még olyasmiket is, amiket másoktól hallott, azt is pontosan rögzítette ebben a sok kötetes naplóban. Aztán itt felsoroltam, hogy mely levéltárakban lehet találni erre a korszakra és ezekre a nőkre vonatkozó leveleket, követi jelentéseket és különböző egyéb írásos dokumentumokat. Látják, hogy Mantovában van egy Gonzaga levéltár, Modénában van egy Este levéltár, a vatikáni levéltárnak ezt a bizonyos anyagát, ami erre a hölgyre és a körére vonatkozik, azt feldolgozták teljes mértékben. Aztán Ferrarában van egy kicsi levéltár, Ariosztóról, a költőről nevezték el, nagyon sok értékes és máig feltáratlan dokumentum található benne, és végül Milánóban nem olyan nagyon sok a Sforza levéltárban lehet találni ezekre a hölgyekre vonatkozó fontos forrásokat. Aztán nézzük a másodlagos forrásokat, amelyekről tudjuk, hogy ezek nem egyidejű források. Sokan foglalkoztak ezzel a hölgyel és a körével is. Az első egy német szerző, Ferdinand Gregorovius, aki hosszú-hosszú ideig élt Itáliában, 1874-ben írott műve, ma is alapmű, és ma is mindenki, aki ezzel a hölgyel és ezzel a körrel foglalkozik, mindenki ebből merít. Aztán 1903-ban Julia Courtright foglalkozott ezzel a témakörrel. Az ő írása is jelentős és figyelembe vehető hiteles történeti forrás. És jön Maria Belloncsi, akinek a nevét kérem, hogy jegyezzék meg. Egy csodálatos könyvet írt 1939-ben, erről a korszakról és erről a hölgyről. A könyv nem csak azért érdekes, mert hiteles és pontos történelmi forrásokon alapul, hanem azért is nagyon érdekes, mert csodálatosan szép, igazi női történeti mű, de látszik rajta, hogy egy nő írta. Két fordítással jelent meg Magyarországon eddig, az egyiket itt egy nagyon picit kell puskáznom, mert elfelejtettem ennek a fordítónak a nevét, de mindjárt eszembe fog jutni. Úgy hívják a fordítót, hogy Zahár Ilona. Az ő fordítása azért nem igazán jó, mert kihagy bizonyos részeket Belloncsi művéből, mint érdekteleneket, és amellett nem olyan nagyon szép a nyelvezete, mint ami ennek lennie kell, de aztán jött Lontai László a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, aki csodálatosan fordította le ezt a művet, sokszor megjelent már Belloncsi munkája. Most legutóbb akkor, amikor egy sorozatot vetítettek erről a családról a televízióban, akkor minden könyvesboltban ki volt téve ez a Belloncsi mű. Természetesen más címe, mint ahogy ez Belloncsi megírta. És végül Sarah Bradfordot szeretném megemlíteni, ő egy amerikai történésznő 2004-ben jelentette meg alapvetően Belloncsi munkáján alapuló történeti művét, de kiegészítve olyan apró adalékokkal, olyan kis prézli darabokkal, amiket ő talált meg ezekben az említett könyvtárakban és levéltárakban, és az ő munkáját is alapvetőnek kell tekintenünk. És akkor most nézzünk meg egy képet. Most végre már kiderül, hogy kiről is van szó. Bartolomeo Veneto készítette ezt a festményt, Flóra képében örökíti meg ezt a hölgyet, akiről már nyilván rájöttek, Lucrezia Borgiáról van szó. A későbbi 6. Sándor pápa lányáról. A Lucrezia 1519-ben meghalt, a kép később készült, tehát látjuk, hogy ez egy idealizált kép.
Lucrezia nem pont ilyen volt, olyan volt, mint amit a Pintoricchio festményen láttunk az Anna 13 éves kori képén, de ezt az idealizált képet teszik minden róla szóló könyv címlapjára, mert ezt tartják a legszebbnek. Még mindig nagyon sok titok lengi körül Lucrezia életét, bár ahogy láttuk, nagyon sokat írtak róla. Az ő személye és kapcsolati hálója áll az előadás középpontjában. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Lucreciáról számos a történelmi bulvár kategóriájába sorolható munka jelent meg különböző amerikai és egyéb szerzők tollából. Ezek a mese kategóriájába tartoznak, ezeket igaziból nem érdemes elolvasni, mert nem képviselnek igazi irodalmi vagy történeti értéket. Megnézzünk egy időszakot, ami Rómában játszódik, 1480 és 1492 közötti Rómában. És itt szeretnék megmutatni önöknek egy kapcsolati hálót, és egy nagyon egyszerű, tehát az igazi mikrotörténészek nem ilyen kapcsolati hálóval dolgoznak, mint én, ezt én leegyszerűsítettem. Itt látják, a különböző színekkel jeleztem a kölcsönös szeretet meglétét, az egyoldalú szeretetet, a barátságot, a közömbösséget és az ellenszenvet. Majd látni fogjuk, ahogy végig megyünk Lucrezia életén, hogy a kezdetekben milyen erős szeretet vette körül, és az élete második szakaszában, ami elég hosszú volt 1502 és 1519 között, ott szinte ellenségek között élt. Most nézzük meg, hogy gyerekkorában ez hogyan alakult. 1480-ban született, és itt a gyerekkorát próbáljuk nyomon követni. Látjuk az édesapját, Rodrigo Borgiát, aki az ő születésekor még bíboros volt, és látjuk Vanut Zakattaneit ott fönt a felsőképen, ő az édesanya. Látjuk itt Altiana Milát, aki Rodrigo Borgia unoka húga volt. Látjuk Giulia Farnesét, aki csak nem egy idős Lucreciával, ő Rodrigo Borgia kegyencnője volt, és alul itt látjuk a három fiút, a testvéreit, Cesáret, Juant és Geoffreyt. És a színek jelzik a kapcsolatokat, amiket ápoltak ezek az emberek egymással. Nézzük először az édesanyát, Vanut Zakattaneit ezen a képen. Egy szabályos szépségű kissé telt, de rendkívül vonzó nőt látunk ezen a képen. Ő Lucrezia Borgia édesanyja. Életének első szakaszáról keveset tudunk, annyi derült ki, hogy egy mantovai eredetű családból született, és egészen 1469-ig életéről, neveltetéséről szinte semmit nem tudunk. Ez valószínűleg azért van, mert maga Vanozza semmisítette meg az életének erre a korai szakaszára vonatkozó dokumentumokat. Most mindjárt elmondom, hogy miért. Vanozza 27 éves férjezetlen asszony volt ez ebben az időben, és ez nagyon-nagyon ritka volt a reneszánsz Itáliában. Elgondolkodhatunk azon, hogy vajon miért nem ment férhez egy ilyen szép és vonzó nő. A megbízható írásos források nem tanúskodnak arról, hogy hogyan élte le a fiatal lánykorát, de több történész azt gondolja és azt hiszi, hogy Vanozza kurtizánként kereste a kenyerét. A kurtizán az nem volt azonos a reneszánsz Rómában a prostituáltal. Aki kurtizánná szeretett volna válni, az egy tapasztalt nő segítségevel tehette meg ezt, aki a területen jártas volt. Okos nőnek kellett lenni, aki kurtizánná vált. Hamar be kellett hozni azt a műveltségi hátrányt, amit nem kapott meg gyermekkorában vagy fiatal lánykorában. Meg kellett tanulni az ízléses öltözködés, a szellemes társalgás művészetét és a tisztességes, kifinomult viselkedés szabályait.
magasrangú pártfogokra találtak ezek a kurtizánok, püspökök, bíborosok, arisztokraták vették körül őket, és támogatták is őket. Érdekes módon 1469-ben, amikor Banozza kapcsolatba került Rodrigo Borgiával, már meglehetősen gazdag és önálló nő volt. Tehát ő maga szerezte azt a vagyont, amiből élt, nem egyszerű módon. Nem csak kurtizánként. Volt két kocsmája, ami abban az időben nagyon jól ment, és ennek a jövedelméből tudott viszonylag úri módon megélni. Kapcsolata Rodrigo Borgiával, a nagyhatalmú bíborossal hosszú ideig tartott, a jelek szerint szerették egymást, és van az a kapcsolatuk kezdetétől mindent megkapott, amit csak kívánt. Elvárás volt, hogy az egyházi és világi férfiak körében az, hogy a szeretőjükből tisztességes nőt kellett csinálniuk ezeknek a férfiaknak, és ez meg is történt Vanozza esetében is. Férhez adták ezeket a nőket, a családjuk valamelyik alattvalójához, nem túlságosan alacsony rangúhoz. Az a férfi, aki elfogadott egy ilyen nőt, az arra számíthatott, hogy a feleségének a szeretője megfelelően meghálálja ezt a kegyet, hogy feleségül vette ezt a nőt, és tisztességes nőt csinált belőle. Tehát megfelelő anyagi előnyökre és egyéb előnyökre is számíthatott az, aki egy ilyen nőt feleségül vett. Önmagukat nem is tekintették ezek a férfiak valódi férjnek, nem is gyakorolták férji jogaikat, sokszor voltak távol, és a megalapodásnak megfelelően nem sok vizet zavartak. Ez történt Vanozza esetében is. Rodrigo Borgia hozzáadta őt egyik, nem is azt mondja, hogy is mondjam, ezt nagyon nehéz most hirtelen, nem munkatársához, nem is alattvalójához, nem is szolgájához, hát valami köztes, nem tudom most hirtelen megmondani, hogy kihez. Egy férfihoz, aki a háztartásához tartozott. Nászajándékként nem kis dolgot kapott Vanozza, ezt a házat a San Pietro in Vincoli katedrális közelében. Bizonyára tudják, hogy ebben a katedrálisban található Michelangelo Mózes szobra, kicsit kiesik a turista útvonalakból a Kolosseum felé. Ez az is nagyon érdekes, hogy a rómaiak ezt az erkélyt, amit itt a képen látnak, még mindig, nem tudják, hogy miért, de még mindig Vanozza erkélyének nevezik. Ez volt az ő háza, és itt éldegélt aztán azzal a férfival, akit Rodrigo Borgia kiválasztotta számára. Így aztán házasságban született meg az első fiú Juan, 1474-ben, őt követte 1475. szeptember 13-án Cesare, és aztán az történt, hogy 1480-ban meghalt ez a bizonyos férj, és ekkor Vanozza megint várandós volt, és sürgősen férről kellett gondoskodni, és Rodrigo Borgia úgy gondolta, hogy talál is gyorsan egy férjet. Giorgio della Croce-nak hívták ezt a férjet. Egy milánói születésű gazdag ember volt, egy apostoli titkár a Vatikánban. És akkor itt most látunk nem kastélynak nevezném, inkább egy erődnek, Subiaco-nak hívják ezt a helyet, és Rocca del Borgia-nak nevezik azt a hegy tetején lévő építményt. Ez a Subiaco nevű város 73 kilométerre található Rómától északra, és itt született meg a 49 éves Rodrigo Borgia és a már nem fiatal 38 éves Vanozza harmadik gyermeke, egy kislány, akit Lucrecia névre kereszteltek. Lucrecia és az édesanyja a frissen talált férjel
beköltöztek, amit szintén NASA ajándékba kapott a hölgy. Beköltöztek ebbe a házba, amit itt a sárga színre van festve. Ez a reneszánsz korában igazi reneszánsz ház volt. Most már ennyi látszik csak belőle, nem túlságosan sok. Ez a ház a Piazza Sforza Cesarinin található, akkoriban a reneszánsz időszakában Piazza Pizzo di Merlónak hívták ezt a teret. Itt élt tehát Lucrezia, itt éltek a testvérei, és itt élt Giorgio della Croce, a férj is. És ami érdekes, az az, hogy ez a ház szorosan mellette állt ennek az épületnek, ami Rodrigo Borgia hivatali helyiségeit és lakását is tartalmazta. A ház homlokzatát már számtalanszor átépítették, de a reneszánsz udvar még eredeti, ezt ezért tettem oda, hogy láthassuk, hogy legalább az udvar milyen volt. Rodrigo Borgia nagyon könnyen át tudott járni ebből a kancellária épületéből a másik házba, a térre, ahol a családja lakott, és sokszor meglátogatta, és észrevétlenül meg tudta látogatni egyre szaporodó számú családját. 1486-ban meghalt a férj Giorgio della Croce, és 1486-ban megint kerestek egy új férjet Vanozza számára, akit Carlo Canalénak hívtak, de ő már egy kicsit magasabb szinten állt a társadalmi ranglétrán, egy mantovai humanista volt, nem is akármilyen. A Gonzágák udvarában dolgozott, mint kamarás, és nem kis dolog az, hogy a költő filozófus, a korszak egyik nagy jelentőségű humanistája, Poliziano, ennek a Carlo Canalénak ajánlotta Orfeo című művét, tehát nem volt akárki Carlo Canale. Azt érdemes még elmondani erről az időszakról, hogy Lucrezia születése után a kapcsolat Rodrigo Borgia és Vanozza között kezdett kicsit lanyhulni. Az utolsó gyermek, aki született, és úgy hívták, hogy Geoffrey, ő 1481-ben született egy évvel Lucrezia után, őt már a pápa nem igazán tartotta a saját gyerekének, sokszor hangoztatta azt, hogy biztos nem az ő fia, hanem a férjé. De végül is elfogadta, és egy pápai bulában magáénak ismerte el Geoffreyt is. A fiúk apjuk irányításával ekkor már humanista nevelést kaptak, egyiküket Cesárét egyházi pályára szánták, Juant pedig katonának. Lucrezia pedig, aki ekkor 6 éves volt, ide került ebbe a zárdába, ebbe a San Sisto Vecchio nevű zárdába. Ez Rómában található, ez is kiesik az átlagos turista körökből. A Caracalla termáinak közelében található a Via Appia bejáratánál. Így nézhetett ki Lucrezia idejében is ez a kolostor. Itt tanult Lucrezia kislányként az elemi ismereteket, az elemi latint és olyan dolgokat, amikre szüksége volt, rajzolt, tanult táncolni és hasonló dolgokat. Itt sajátította el a humanista műveltség alapjait és a vallás alapjait is. Nagyon szerette ezt a zárdát, és élete válságos időszakaiban gyakran vonult ide-vissza hölgyeivel, hogy megnyugvást találjon ebben a zárdában. Aztán eljött az 1489. év, amikor apja unoka húgának, Adriana Millának a gondjaira bízta 9 éves kislányát. Adriana Milla spanyol származású volt, ugyanúgy, mint Rodrigo Borgia, ekkoriban özvegyült meg, volt egy fia is. Ebben a házban laktak, ez nem sokat változott a reneszánsz óta, ez nagyjából olyan, mint ebben az 1489-es évben volt.
Tehát ebben a palotában éltek. Lucrecia itt tanult spanyolul, a nagynénjétől itt tanult görögül, spanyol és olasz költőket olvasott, táncolni tanult, énekelni tanult, zenélni tanult, és bevezetődött a társasági életbe, pedig mindössze még csak 9 éves volt. Ez az 1489-es év nehéz év volt nem csak a Borgiák számára, hanem a Farnézék ősi nemesi családja számára is, mert ekkor halt meg Pierluigi Farnese, Capodimonte ura, és 4 árvát hagyott maga után, akik közül egyetlen érdekel most minket, a 15 éves Giulia. Giulia apja halála után Rómába került a rokonaihoz, és hatalmas feltűlést keltett a társaságban. La Bella Giulia-ként emlegették azonnal a 15 éves lányt, mert nagyon-nagyon szép volt. És nagy karrier várt rá, mondta mindenki, mármint a házasság területén. De aztán ez nem igazán így lett, mert a Farnese és az Orsini család között megköttetett nagyon hamar az egyesség, és Giuliának édesanyja hatására, aki nagyon erőszakos nő volt, férhez kellett mennie Adriana Milla Orsini fiához, aki alacsony volt, 16 éves és kancsal. De hát szegény Giulia mit volt mit tenni, nem mondhatott ellent az édesanyjának, és férhez ment. Ami egy érdekes dolog, és amit ritkán emlegetnek, hogy 1489. májusában történt meg az esküvő Rodrigo Borgia palotájában, amit az esküvő rendelkezésére bocsátott, az esküvő megtartása rendelkezésére bocsátott. El lehetett gondolkozni, hogy na vajon miért is volt ilyen gálás Rodrigo Borgia. Hát kiderült, hogy mind a leány Giulia édesanyja, mind pedig az anyós Adriana Milla, aki a Rodrigo Borgia unokahúga volt, megegyeztek abban, hogy a lány nagyon rövid időn belül, a 15 éves lány Rodrigo Borgia kegyencnője lesz, és ezzel az összes család hatalmas anyagi előnyökhöz jut, úgyhogy megérte. A lányt nem kérdezte senki, neki meg kellett tenni, amit meg kellett tenni. Ugyanígy nem számított a fiatal férj véleménye is, akit nagyon hamar eltávolítottak Rómából, és Bassanellóban tengette az életét a felesége nélkül. Itt látjuk Giulia Farnesét egy Raffaello képen, itt már egy picit idősebb, de hozhattam volna róla egy másik képet, ami a Szent Péter Bazilikában található, azon is egy picit idősebb, és azon érvényesül a gyönyörűségesen szép szőke haja egy egészen különleges frizurával. Tehát Rodrigo Borgia kegyencnője lett Giulia Farnese, és együtt éltek hárman az anyós, a Lucrecia és a menny egy ebben az Orsini palotában. Aztán történt megint valami 1492. augusztus 11-én, amikor is Rodrigo Borgiát 6. Sándor pápa néven pápává választották. És minden megváltozott. Rodrigo Borgia egy sokkal méltóbb helyet kívánt biztosítani a nőknek, akiket szeretett, tehát a lányának, Giuliának és az unokahúgának, ezért beköltöztette őket a Santa Maria in Portico palotába. Itt még nem látszik a Szent Péter bazilika, mert még nem tették le az alapkövét sem, ez a régi bazilika, nem a mostani. És itt ebben a palotában élt, a bejárattól jobbra látható az épület, az első emeleten egy díszlódzsiával, amiben laktak a nők. És itt is volt egy érdekes csavar, mert a Santa Maria in Portico palota kápolnájából egy titkos ajtó nyílt a Sixtus kápolnába, és ezen az ajtón keresztül észrevétlenül és szabadon lehetett közlekedni, úgyhogy senki nem tudta, hogy a pápa éppen mikor van a Vatikánban, és mikor van a Santa Maria in Portico palotában a hölgyeknél.
Érdekes Lukrécia és Giulia kapcsolata. Lukrécia példaképének tekintette Giuliát, és barátnőjének is. Sok mindent együtt csináltak, együtt énekeltek, zenéltek, együtt vettek részt a társasági élet eseményein. Aztán 1493-ban, pár évvel később, a pápának, pápa először Lukréciát Spanyolországba akarta férhez adni 11 éves korában, de 1493-ban már ez már nem állt érdekében. Létre akarták hozni a pápai államvédelmi ligáját a nápolyi királysággal szemben, és politikai céljai érdekében szüksége volt a Sforza család támogatására, a milánói Sforzákra. És akkor itt lépünk át egy másik korszakba, 1493 és 97 közötti időszakra, amikor nagyon-nagyon sok minden történt, és a történet Rómában és Pesaróban játszódik. Itt látjuk a kapcsolati hálót, itt már eléggé vegyes, tehát látjuk a szeretetet, de látjuk a gyűlöletet és az ellentéteket is. Nem megyünk most a magyarázatba bele, hanem megnézzük egy férfi arcmását, akit úgy hívnak, hogy Giovanni Sforza. Giovanni Sforza egy 28 éves özvegyember volt ekkor már. Egyik bíboros, Ascanio Sforza ajánlotta férként Lukrécia számára ezt az özvegy férfit. Házassági tárgyalások pillanatok alatt lezajlottak, és 1493. június 12-én a Vatikán Borgia lakosztályában meg is történt az esküvő. Tehát a 13 éves Lukrécia hozzáment a 28 éves özvegyemberhez, Giovanni Sforzához, nyilvánvalóan nem a saját jó akaratából. De elfogadta azt, hogy politikai céloknak kell alávetnie magát, hiszen megtanulta azt, hogy az apának engedelmeskedni kell. Burkádó részletesen leírja az esküvőt híres naplójában, hogy milyen sokan voltak, hogy talán voltak a Vatikánban is, emlékeznek a Borgia lakosztályokra, 6 kicsi szobából áll. És 6 kicsi szobába bezsúfoltak 200 vendéget, úgyhogy lépni nem lehetett. Burkádó ezt emeli ki, hogy milyen szörnyű, hogy levegőt sem lehetett kapni. Jelzésértékű viszont az a tény, hogy Lukrécia édesanyja Vanozza nem vehetett részt az esküvőn, hiszen nem kívánatos személynek számított ekkoriban már a Vatikánban. Még egy érdekes adalék, hogy a zenét a híres flamand zenész Josquin des Prez szolgáltatta az esküvő alatt, ami azért nem egy kis dolog. A mennyasszony zsenge korára való tekintettel a házasság csak névlegesnek volt tekinthető. Lukrécia visszatért a Santa Maria in Portico palotába, tovább élte kislány életét, és Giovanni Sforza pedig visszavonul birtokára Pesaróba, és hosszú ideig ott tartózkodott. Aztán, amikor eltelt egy kis idő, akkor Lukrécia kénytelen volt követni férjét Pesaróba, természetesen hatalmas kísérettel, és Adriana Milla és Giulia Farnese társaságában. Itt nem igazán érezte jól magát, írta a leveleket az édesapjának, hogy vágyik haza, és szívesen menne vissza Rómába, de hát ez nem igazán történhetett meg. És ekkor már Rómában új házassági tervek születtek, új politikai célok érdekének megvalósítására. Nápoly szövetségét kereste ekkor a pápa, és legkisebb fiát, akiről mindig azt mondta, hogy igaziból nem is az ő fia, Geoffrey Borgiát össze
akarta házasítani, és össze is házasította a nápolyi király lányával, az itt látható aragóniai Sanchával, akiről ezen a képen nem olyan nagyon szép, de ez egy freskó részlet, de azt írják róla a krónikások, hogy csodálatosan szép nő volt, és rendkívül vonzó, mint nő. Hát képzeljük el a 12 éves Geoffrey-t és a 16 éves fejlett nő Sanchát, mint házasokat. Ebből következhetett nagyon sok minden, és következett is. Megmutatom, hogy hol történt meg az esküvő. Itt látjuk a nápolyi Castelnuovo palotát, és látjuk azt a Capella Magnát, ahol az esküvő megtörtént. Most ilyen csupasz falak néznek ránk. Tehát Sancha és volt egy öccse. Mindketten törvénytelen gyerekek voltak, de ugyanúgy nevelkedtek a királyi házban, mint a törvényes örökösök. Az eskő után a házas pár még Nápolyban maradt, és 1494. június 14-én a közelgő francia támadás hírére a pápa gyorsan szövetséget kötött II. Alfonzóval, Nápoly királyával, Sancha apjával. És akkor elkövetkeztek ezek a háborús évek, amik sok rosszat hoztak Itáliának, és sok rosszat hoztak ennek a családnak is. Kiderült Giovanni Borgiáról, hogy nem a felesége családjához húz, hanem a nápolyi rokonaihoz, és ez abban nyilvánult meg, hogy állandóan tájékoztatta a francia barát rokonait a pápai seregek helyzetéről, terveiről és hasonló dolgokról. A források nem egyértelműek, de látni lehetett, hogy Giovanni Sforza egy alapvetően gyáva, gerinctelen ember, aki csak a nála gyengébeket terrorizálta, a nála erősebbekkel, mint például a pápával, vagy mint például nagyhatalmú milánói rokonával, Lodovico Sforzával nagyon óvatosan bánt, és ők, nem is tudom, hogy mondjam ezt szépen, a talpukat nyalta, de Lucréciát terrorizálta, és nagyon csúnyán bánt vele. A háború következtében sok minden történt. Nápoly királya II. Alfonzó Szicíliába menekült, és vitte magával az egész kincstárat, úgyhogy Nápoly ott maradt egy filér nélkül, katonák nélkül, minden nélkül. Utódja Ferrandino nevű fia lett, aki nem tudott más tenni ebben a helyzetben, mint feladta a várost. És 8. Károly francia király Nápoly királyává koronáztatta magát, itt látjuk 8. Károlyt. De miután királyá koronáztatta magát Nápolyban, visszatért Franciaországba, egy kis helyőrséget adva Nápolyban, és így lassan visszaállt az eredeti rend. Nem sok értelme volt ennek az első itáliai háborúnak. Lucrécia is visszatért Rómába, aragoniai Ferrandino újra elfoglalta Nápoly trónját, és itt derül ki Giovanni Sforza a férj jelleme leginkább. Ő mindvégig távol tartotta magát a csataterektől, holott a pápa igen busásan megfizette az ő katonai szolgálatait, de ő nem akart katonáskodni, távol maradt a csataterektől, és csak arra gondolt, hogy hogyan gyarapíthatna a kis vagyonát. Nagyon keveset tartózkodott Rómában a felesége mellett, és látszott, hogy a házasság igaziból már nem túlságosan sokat ér. A pápa magak mellett kívánta látni a gyermekeit, ezért Geoffrey-t és Sanchát hazahívta Nápolyból, és szerette volna, a Lucrécia is Rómában marad. És az is érdekes még, hogy Lucrécia összebarátkozott a nála csak 2 évvel idősebb Sanchával, nagyon szerették egymást, és jó barátok lettek. Aztán megint történt egy csomó érdekes dolog.
Spanyolországból hazatért 1496. augusztus 10-én a pápa legidősebb fia, 22 éves Giovanni Borgia, magára hagyva, úgy látszik ez akkoriban szokás volt, magára hagyva spanyol feleségét és 3 apró gyermekét. A Vatikánban egymást követték az események. A pápa kinevezte Juant a pápai sereg főparancsnokává, és mindkét fiú, Juan és Cesare is viszont kezdett a gyönyörű szép nápolyi lányjal, Sanchával, aki az öccsük felesége volt. És ez iszonyatosan nagy bonyodalmakat okozott. Ekkor már érlelődtek azok az események, amelyek Lukrécia életét aztán meghatározták, és nagyon szomorúvá tették. 1497 húsvétján éppen véletlenül Rómában tartózkodott Lukrécia férje Giovanni Sforza, de úgy döntött, hogy annak ürügyén, hogy a húsvéti ünnepek alkalmával végigjárja Róma hét templomát, ellovagolt, és gyakorlatilag elmenekült Rómából, ott hagyott mindent, csapott papot, és ami megint jellemzi ezt az embert, az az, hogy miután hazaért Pesaróba, rágalmakat kezdett el terjeszteni Lukréciáról és a családjáról. A rágalmak abból álltak, hogy Lukrécia vérfertőző viszonyt folytat apjával és Cesare bátyjával. Viszont ha egy férj ilyen vádakkal illeti a feleségét, akkor nyilván nem ír olyan leveleket, hogy menjen utána Pesaróba, és nem kéri a pápát, hogy engedje a lányát vissza hozzá. Hát vajon miért is tette ez a gonosz Giovanni Sforza mindezt? Hát azért, mert csak akkor maradhatott övé Lukrécia tetemes hozománya, hogyha együtt élnek. Ha nem élnek együtt, akkor hozománynak annyi, tehát nem kaphatta meg ezt a hozományt. Csak itt tarthatta volna meg. Lukrécia persze nem hagyta el Rómát, és nem ment a férje után, akit igazán nem szeretett, nem ment utána, hanem elvonult hölgyeivel, hogy Giovanni Sforza elkezdte ezeket a rágalmakat terjeszteni. Részben pamfletírókat pénzelt le azzal, hogy írják meg ezeket a dolgokat. Részben pedig ekkoriban már voltak úgynevezett újságlevelek, amelyek képet és szöveget is tartalmaztak. Ez nem Lukréciáról szól ez az újságlevél, ez egy német újságlevél, de hasonló képeket lehetett látni azokon az újságleveleken, amelyeket Giovanni Sforza megrendelésére készítettek a korabeli újságírók. A pápa aztán választás elé állította Sforzát, azt mondta, hogy vagy lemond a Lukréciával való házasságról, és lemond a hozományról, vagy pedig megtartja a hozományt, és házasságra alkalmatlannak, illetve képtelennek vallja magát. Hát Giovanni Sforza rengeteget gondolkodott a dolgon, mert azért akkoriban nem volt ez nagy dicsőség, hogyha egy férj alkalmatlan a házasságra, de végül is ezt a megoldást választotta, ezt tartotta jobbnak, és így meg is tarthatta Lukrécia hozományát adományképpen, ajándékképpen. Pápa nagyvonalú volt. Miközben mindezek történtek, Lukrécia elvonult a San Sistóba, a kedvenc kolostorába, amit láttunk egy másik képen, ez most egy korabeli metszet, és itt töltötte az idejét nagyon szomorúan és nagyon elkeseredve. 17 éves volt, gondoljuk el, hogy mindössze csak 17 éves volt, és az egész élete tele volt házassági válságokkal, botrányokkal, megpróbáltatásokkal. Érthető volt, hogy itt nyugalmat szeretett volna. Egy kis szeretetre vágyott, vigasztalásra, hasonlókra, és ezt megkapta valakitől.
Mégpedig a pápa kamarásától, Pedro Calderontól, akinek az volt a feladata, hogy a San Sisto és a Vatikán között naponta üzeneteket közvetítse, részben a válással kapcsolatos dolgokról, részben pedig egyéb családi ügyekben. A két fiatal nagyon hamar egymásba szeretett, és ennek a szerelemnek nagyon hamar meg lett a következménye. Lukrécia terhes lett, és itt a San Sisto kolostorban, ahol nem látták őt a családtagjait, el lehetett, és továbbra is szerethette egymást a két fiatal. Aztán megint történt valami ezen a nyáron, 1497. június 14-én, amikor is Vanozza Cattanei, az anya, egy vacsorát rendezett a San Martino negyedben lévő szülőjében fiúgyermekei számára, és közeli barátok és rokonok számára. Vacsora késő éjszaka ért véget, és Juan egyedül egy kísérővel távozott erről a vacsoráról. Aztán a kísérő is lemaradt mögüle, gondolták, hogy valamiféle galáns kalandra indul az éjszaka kellős közepén, és akkor kezdtek csak gyanakodni, de nagyon, amikor Juan nem került elő se másnap, se harmadnap, nem találták sehol. A pápa iszonyatos nagy erőkkel kezdett nyomóztatni, hogy hol lehet a fia, aztán két nap múlva megtalálták a Tiberisben Juan holttestét, összevagdalt holttestét, elvágták a nyakát, és számos seb borította, még össze is volt kötözve ráadásul. És nagyon érdekes volt az, hogy a nyomozást a gyilkosok után nagyon hamar leállították. Ugye annak rendje és módja szerint eltemették Juant a Borgia kedvelt templomában, a Santa Maria del Popolo templomban, és azt kezdték el mondogatni Rómában és Itália szerte, és azt írták a tudósítók, hogy Gandia hercegét, vagyis Giovanni Borgiát a testvére Cesare gyilkolta meg, vagy gyilkoltatta meg valakivel. Hát ez vajon miért történhetett, miért vetemedett testvérgyilkosságra Cesare? Hát azért, mert Cesare nem jó pályát választott, illetve a szülei nem jó pályát választottak neki, nem akart egyházi ember lenni, csak a pápa határozott kívánságára lett belőle bíboros, katona akart lenni, ugyanúgy, mint a bátyja. De a bátyja tudta, hogy a bátyja teljes mértékben alkalmatlan a hadvezetésre, és ekkor Cesare fejében már kialakult egy közép-itáliai pápai állam eszméje, és azt gondolta, hogy ő ezt meg tudja valósítani. Szegény Juan ugye útjába állt ezeknek a terveknek, és ráadásul még rájött, hogy Sancha nem csak Juannal tart fenn intim kapcsolatot, hanem Cesare rájött, hogy Juannal is intim kapcsolatot tart fent Sancha, és ezért is mérges lehetett a bátyára, de inkább a politikai okok játszottak közre abban, hogy úgy tűnik, nem minden történész ért egyet ebben, de úgy tűnik, hogy Cesare ölte meg Giovannit vagy Juant. Aztán folytatódik a történet úgy, hogy Lukrécia terhességét már nem nagyon lehetett titkolni egy idő után, mert amikor a válás megtörtént, akkor meg kellett jelennie a Vatikánban mindkét félnek, tehát Lukréciának is és a férnek is, és végig kellett hallgatni ezt a végzést, hogy ők most elválnak a férje alkalmatlansága miatt. 1497. decemberében mondták ki a válást, ekkor Lukrécia már igen előre haladott terhes volt, de téli ruhákkal ezt tudta leplezni, elment a Vatikánba, és egy nagyon elegáns latin beszédben megköszönte apjának és a konzisztóriumnak azt, hogy elválasztották a házasságra alkalmatlan férjétől. Aztán az, hogy
Eltelt december után még néhány hét, és akkor már a család számára is nyilvánvalóvá vált, hogy itt nincs mit tenni, Lukrécia gyermeket vár. És hát ezen borzasztó nagy veszekedés tört ki a családban, hiszen egyrészt azért voltak nagyon mérgesek Lukréciára, mert egy alantas szolga, egy kamarás ejtette teherbe Lukréciát, másrészt azért, mert politikai terveikkel ellenkezett az, hogy ilyesmi történik. Hiszen azért választották el Lukréciát Giovanni Sforzától, hogy felhasználhassák újabb politikai céljaik érdekében, a Nápollyal való szövetség érdekében. Itt sok követ jelentése maradt ránk írásban. Ezek közül egyet szeretnék kiemelni. Egy Cristoforo Poggio nevű bolognai krónikás mondatát, aki azt mondja, hogy Perottóról, urunk első kamarásáról az a hír járja, hogy eltűnt, valószínűleg bebörtönözték, mert teherbe ejtette őszentsége lányát. És ilyen és hasonló követi jelentések mentek szerte Itáliában. Burkádó is leírja azt, hogy érdekes módon néhány nappal később a Tiberisben megtalálták Perottó összekötözött és szétvagdosott holttestét, és megtalálták annak a szolgáló lánynak a holttestét is mellette, aki Lukréciával volt a San Sisto kolostorban. Az még ide tartozik, hogy Perottot Cesare gyilkolta meg, mert rendkívüli módon feldühödött, amikor meglátta a pápai szobákban, és egy karddal nekiment és meggyilkolta. Aztán 1898. március 18-án írja egy tudósító azt, hogy Rómában hírekelt, hogy a pápa lánya gyereket szült. A gyermek kisfiú volt, és Giovanninak keresztelték el, természetesen nem a férj után, hanem Lukrécia meghalt bátyja után nevezték el. Ő volt az a gyermek, a római infáns, akiről aztán nagyon sokat lehetett olvasni a későbbiekben mindenféle krónikákban. Lukréciával senki nem törődött, azonnal elvették tőle a kisfiút, dajkák gondjaira bízták, és senki sem törődött azzal, hogy vajon féltette a gyerek életét, vajon mit érzett, vagy mit gondolt, mindez nem volt fontos. Aztán jöttek itt látjuk Cesarét, aki immár kétszeres gyilkosként állít előttünk, mert meggyilkolta sokak szerint a testvérét, és meggyilkolta Lukrécia szerelmét, Pedro Calderont is. Aztán megint jön a háború, ez most így kevéssé érdekes, de azért elmondom, hogy az előző francia király, 8. Károly hogyan halt meg. Nem tudom, hogy hallottak erről, vagy tudják-e, kicsit vicces. Hazament Franciaországba a hadjárat után, és Ambuában egy teniszmest után egy sötét folyosón ment végig kiizzadva, és beverte a fejét egy szemöldök fába, és olyan módon megsérült, hogy agyvérzést kapott, és hamarosan meghalt, és őt követte 12. Lajos a következő francia király, aki szintén olyan terveket dédelgetett, hogy bekebelezi Itáliát, először Milánót, majd Nápolyra is nagyon fájt a foga. Éppen ezért a pápa, lehet, hogy legközelebb fogjuk folytatni a történetet, nem kívánom, hogy végighallgassák, még nagyon sok van, kicsit elszámítottam az időt, de azért ennyit talán még igen. Rómában vagyunk megint 1498 és 1501 között, és itt látjuk megint ezt a kapcsolati hálót, ami nagyon fontos. Itt látják, hogy milyen nagyon sok sárga vonal látható már, és kezdi Lukréciát az a fajta gyűlölet körülvenni, ami aztán később Ferrárában még csak fokozódik. Tehát az a lényeg, hogy a nápolyiakkal kötött szövetség nagyon fontos volt
a pápának, ezért Lukréciát, a frissen elvált és törvénytelen gyermeket szült Lukréciát hozzá akarták adni a nápolyi király szintén törvénytelen fiához, Sancha Aragonés Sancha öcséhez, Alfonzóhoz. És ez a házasság meg is történt. Itt látjuk Lukréciát, és itt látjuk Alfonzót egy falfestményen. A kép, ez a kép, ez azért érdekes Lukréciáról, mert ezt Leonardo da Vinci készítette. Sokat vitatkoztak a művészettörténészek, hogy létezik ez, vagy nem létezik, de aztán kiderítették azt, hogy aragóniai Isabella Miránói hercegasszony, akinek a szolgálatában állt ekkor Leonardo da Vinci, elküldte Rómába az esküvőre Leonardót, hogy készítsen egy képet az esküvő résztvevőiről, többek között a menyasszonyról és az unokaöcséről, Alfonzóról, tehát ennek az Isabellának. Alfonzó az unokaöccse volt valamilyen módon. Tehát ekkor a 18 éves Lukréciát ábrázolja ez a Leonardo rajz. Aztán politikai érdekektől vezérelve Cesare a franciák felé kacsingatott, és a pápa is természetesen, és Cesare elutazott Franciaországba, és el akart venni egy francia királylányt, akit ugye nem adtak hozzá természetesen, mert hogy Cesare kardinális volt, és a lány kijelentette, hogy ő nem akar kardinálisnél lenni, úgyhogy ez a dolog kútba esett, de a francia királynak, 12. Lajosnak érdeke volt, hogy valamilyen francia házasság létrejöjjön, mert el akart várni a feleségétől, aki nagyon csúnya nő volt, Johanna, megnéztem a képét, rendkívül csúnya nő volt, és amellett rendkívül áltatos, és el akarta venni 12. Lajos 8. Károly özvegyét, a nagyon szép és nagyon okos Bretagne Annát, aki hozta magával természetesen Bretagne-t, mint hozományt. Úgyhogy Cesare lemondott a kardinálusi rangjáról, visszament Franciaországba, és minden a legjobb módon alakult. 12. Lajos megkapta a pápai bullát, mely szerint elválhat a feleségétől, és elveheti Bretagne Annát, itt látnak egy korabeli rajzot az esküvőről. De mégsem kapta meg azt a lányt, akit akart, mert annak az apja semmiképpen nem engedte. Fölajánlottak neki egy másik lányt, Charlotte Albrettet, aki aztán nagy nehezen hozzáment, és végül is ez az esküvő is megköttetett Franciaországban. Ez a szegény Charlotte ugye egy leánygyermeknek adott életet, akit Louise-nak neveztek, és akit az apja soha az életben nem látott, mert Cesare természetesen hazajött Itáliába hadakozni, végre volt lehetősége arra, hogy átvegye a pápai seregek parancsnokságát. Na most azt kérdezném, hogy nem tudom befejezni, nagyon sajnálom, kicsit túl sokat akartam mutatni. De egyszer majd, ha legközelebb gondolják, de csak gondolom, hogy sietnek, vagy dolguk van. Nem? Biztos? Akkor igyekszek egy nagyon... Fél ötkor azt hiszem lesz valami... Fél négy, jó. Akkor ha aki gondolja az, és dolga van, az nyugodtan menjen el. Nagyon sajnálom, de nem tudtam magam visszafogni, nem volt időm kimérni az időt, úgyhogy picit tovább tart. Tudom én. Egy részt még elmondanék, és... Jó, elmondok egy részt még, és akkor meglátjuk, de aki úgy gondolja, hogy mennie kell, az menjen nyugodtan. Nem tudom, több. Jó, akkor mielőtt elmennek, ne felejtsék, hogy jövő héten jön Dékán úr, és átadja a
diplomákat, okleveleket, hogy itt voltak a harmadik koron, tehát ő is eljön, hogy kérem, hogy önök is jöjjenek el, jó? Mert egy ünnepséget rendezünk, és ha már ide csődítettük, akkor legyenek itt, jó? Köszönöm szépen a türelmüket azoknak, akik itt maradnak, és akkor igyekszem kicsit rövidebbre fogni és folytatni. Hát akkor nagyon szépen köszönöm azoknak, akik itt maradnak és kitartottak, és igyekszem kicsit rövidebbre fogni a történetet, bár látják, hogy borzasztóan szerteágazó és bonyolult történet, és hogyha kihagyok bizonyos dolgokat, akkor tulajdonképpen valamelyest érthetetlen is. De azért igyekszem. Látjuk, hogy a franciák támadják Itáliát. Északon van Milánó, és a milánói hercegség ura Lodovico Sforza, akit Il Moro-nak neveztek, vagyis a Mórnak a sötét színű arcszíne miatt, kénytelen volt elmenekülni Milánóból. És azt írják a krónikások, hogy sírva ez a nagyon kemény és nagyon erős ember sírva hagyta ott azt a várost, amiért olyan nagyon sokat tett, és nagyon-nagyon bántotta, hogy a város a polgárai ellene fordultak, és inkább a franciák mellé álltak. Nyilvánvalóan ez azért történt, mert hatalmas adókat vetett ki azért, hogy építse, szépítse Milánót, és egy modern városát tegye, éppen Leonardo segítségével, és Leonardo tervei alapján. Itt látják, akik jártak Milánóban, itt látjuk a Castello Sforzescót, a Sforza kastélyt, amit Lodovico Il Moro tett olyanná, amilyenből még pici elemeket ma is láthatunk a falakon, néhány freskót és ágyukat és egyebeket. A háborús hírek megrémítették a Rómában élő nápolyiakat, különösen Sanchát, és Lucrezia férjét, Alfonzót is, és Alfonzó magára hagyva várandós feleségét 1499. augusztus 2-án csekélykísérlete elmenekült Rómából. Szegény Lucrezia ugyanúgy járt, mint az első férjével majdnem. Tehát várandósan ott maradt Rómában egyedül. Nagyon sokat sírt a krónikások szerint, elhagyatottnak érezte magát, és nehéz volt ebben az időben az élete. A nápolyiak azzal fenyegetőztek, hogy a törökök segítségét kérik a franciák ellen, és a pápa minden eszközzel megpróbálta elhitetni a nápolyiakkal, hogy a nápolyi seregek képesek őket megvédeni. Ez természetesen nem volt igaz. Ezeknek a hamis ígéreteknek hitt Lucrezia férje, aki visszajött Nápolyból, és ismét Rómában csatlakozott a feleségéhez, aki 1499. november 1-én megszülte közös kisfiúkat, akit a nagyapjáról Rodrigónak neveztek el, és az apja hercegségét, Biseje hercegségét örökölte, tehát Rodrigo di Biseje néven ismerjük ezt a kisfiút.
A gyermeket 11-én, november 11-én keresztelték meg a Sixtus kápolnában. Itt látjuk, hogy láthatóak már Botticelli és Perugino gyönyörű festményei az oldalfalakon, sajnos ez nem színes kép, ez metszet. Viszont nem látjuk még Michelangelo freskóját, mert Michelangelo csak 1505-ben kezdett el a Sixtus kápolnában dolgozni. Tehát itt az a lényeg, hogy itt keresztelték meg ezt a kisfiút, és igazi főúri gyermekként bántak vele. Cesare katonai hódításai egyre nagyobb területeken történtek meg. Itália középső részét, Romagnát teljesen a uralma alá hajtotta. És itt kell szólnunk ismét egy hölgyről, akit úgy hívnak, hogy Caterina Sforza. Caterina Sforza egy különleges nő volt. Itália legbátrabb hölgyének tartották. Forli grófnéja volt, és sokan annak idején Románia tigrisének nevezték, pedig egy nő volt. Nagyon-nagyon ragaszkodott a városaihoz, Forlihoz és Imolához, és mindent megtett azért, hogy meg tudja védeni ezeket a városokat Cesare Borgia ellen. Ő is törvénytelen gyermekként látta meg a napvilágot Milánóban. Főúri hölgyként nevelkedett, nagyon művelt volt, bátor volt, értett a szépségápoláshoz épp úgy, mint a hadviseléshez, a politikához éppen úgy, mint a költészethez. Tehát nagyon sokoldalú, igazi reneszánsz hölgy volt. A három férjétől összesen 8 gyereke született, tehát a dinasztikus kötelezettségeknek is maradéktanul eleget tett, és tanult a bátyaitól hadvezetést is, és vívást is, és úgy gondolta, hogy képes lesz megvédeni a birtokait, Imolát és Forlit. A pápa közben egy bullát bocsátott ki, amelyben visszavonta Katerinától az 5 jogosan megélhető városok, Imola és Forli birtoklásának jogát, és önkényesen Cesarénak adta ezt a 2 várost, ezt Katerina nem hagyhatta, és sereget gyűjtött, és városainak védelmére készült, városai védelmét próbálta biztosítani. Számos gyerekét, köztük az újszülött kisfiát Firenzébe küldte, és a seregeirén állt, és védelmezte hősiesen a városát. Forli nagyon hamar eresett, azt nem tudta védeni, de végül is, nem beszélek már hülyeségeket. Imola esett el, Forlit próbálta védeni, és ezt az erődöt, amit itt látnak, a Rocca di Ravaldinót ő védte rendkívül hősiesen és nagyon bátran. Ami még nagyon szép volt tőle, és igazán nőies tett, az az, hogy feloldotta alattvalóit a neki tett hűséges kő alól, és azt mondta, hogy nyugodtan elmehetnek a városostromlott városból, csak az maradjon, aki úgy érzi, hogy tehet valamit még ezért a városért. Nem lehetett semmit tenni. December 19-én Cesare Borgia elfoglalta a várost, és a döntő rohamra 1500. január 12-én került sor. Niccolò Machiavelli filenzei író írja azt, hogy ebben az időben Forli hősi védőjéről, Caterina Sforzáról énekek és költemények születtek, amelyben dicsőítették azt, hogy hogyan védte, aztán végül teljesen sikertelenül ezt a várost. Elfoglalta Cesare az erődöt, de Caterina nem Cesare előtt tette le a fegyvert, hanem egy francia tábornok előtt, aki tudta a franciákról, hogy a nőket nem vetik fogságba, hanem rendesen bánnak velük. Cesare ezt nem mondhatta el, úgyhogy
a francia tábornok úgy adta át aztán végül Cezárénak Katerinát, hogy megígértette vele, hogy rendesen bánik vele. Vannak ilyen legendák, hogy Katerinát tráncra verve vitték Rómába, és huszkodták a földön, ez persze nem igaz, nem láncra verve, hanem nagyon tiszteleteljesen bántak vele. És a pápa még vendégként kezelte Katerinát, és a vatikáni belvedere palotaszányban szállásolta el, tehát ez nem igaz, hogy gonosz módon bántak vele. Viszont Katerina nem szeretett fogságban lenni, szökést kísérelt meg, elfogták, és az angyalvár börtönébe zárták. Látják, hogy itt az 1500-as években az angyalvár ilyen módon nézett ki, így ábrázolták ezen a metszeten. A fogságba vetését azzal indokolta a pápa, hogy egy mérgezett levéllel meg akarta őt mérgezni, ez persze nem volt igaz, de hát valamit azért kellett tenni annak érdekében, hogy ezt a nőt félreállítsák. Most egy nagyon pici kitérő, csak azoknak a kedvéért, akik esetleg nem sokára eljutnak megint Rómába. A Campo dei Fiori közelében, annak a sarkán található egy kocsma, ami Vanozza Cattaneié volt, itt látják a bejáratát, azt meghagyták eredeti módon, és látják ezt a címert is kicsit kinagyítva, nem tudom, hogy mennyire látszik, látszik rajta a Borgia-bika. Tehát Vanozza még mindig Rodrigo Borgiához tartozónak érezte magát, gazdag nő volt, és ebben a kocsmában prostituáltak laktak, és artisták laktak, és ebből is nagyon sok pénzt tudott szerezni. Az akkor már végképp özvegy, de önálló nőként élő Vanozza Cattanei. Megint egy újabb rész következik. 1500. június 15-én meleg este volt, egy meleg nyári este, és a pápa a lányával, a vejével, Alfonzóval, a nápolyi vejével, Alfonzóval, Szancsával és még néhány vendéggel együtt a pápai lakosztályokban vacsorázott. A nők még maradtak, mert nyilván szerettek beszélgetni, de Alfonso már unta az egész dolgot, és gondolta, hogy most hazamegy a Santa Maria in Portico palotába, ami nagyon közel volt, de nem a Vatikánon keresztül ment, hanem a téren keresztül. És ez volt a szent év, az 1500-as év, amikor rengeteg zarándok tartózkodott Rómában. Ekkor is lehetett látni, hogy a Szent Péter templom tövében rengeteg zarándok fekszik a földön, nem tűnt fel senkinek. Alfonso átment a téren, egy kísérője volt vele, és a zarándokok közül kivált egy csoport, megtámadták Alfonsót, összevagdosták. Alfonso ugye a nápolyi vívói iskolában kiváló vívókészségre tett szert, próbálta magát védeni, sikertelenül a földre esett, és az volt a szerencse, hogy a kísérői kiabálására kinyitották a pápai palota kapuját, és a pápai palota felé húzták a Alfonsót, aki ekkor már tehetetlen volt, és sikerült a vérző Alfonsót visszavinni abba a vacsorázó terembe, ahol ott volt még a felesége, a nővére és a pápa is. Azért tettem ide ezt a Marino Sanudo féle krónikát, mert Marino Sanudo azt írja, hogy idézem, nem tudni ki a gyilkos, de állítólag ugyanaz a kéz művelte Alfonsóval azt, ami Gandia hercegét, vagyis Cesare testvérét, Giovannit megölte. Ezt követően a pápa felajánlotta Alfonsónak ezt a gyönyörű termet, az úgynevezett Sibillák termét, itt ápolták a nők, Lucrecia és a Alfonso testvére Sancha,
a megsebesült Alfonzót, jöttek aztán az orvosok mindenhonnan, mindenkit összecsődítettek, és mivel Alfonzó fiatal volt, sikerült megmenteni az életét. Bár lábadozott, és de járni még nem tudott, amikor az történt, hogy azt kezdték el terjeszteni, hogy a nápolyiak Alfonzó vezetésével merényletet kísérelnek meg a pápa és Cesare ellen, ami persze nem volt igaz. Azt mondták, hogy Alfonzó felkelt a betegágyából, és az ablakból nyílpuskával rálőtt a kertben sétálgató Cesarére, természetesen ez sem volt igaz, de ürügynek nagyon-nagyon jó volt, mert Nápolyra ekkor már megint nem volt szüksége a pápai államnak, és így Alfonzóra sem, tehát nagyon jól jártak volna Cesare és a pápa, hogyha Lukrécia megözvegyül, és ismét a politikai piacra lehet dobni, mint nőt, mint felesléket. Aztán elkövetkezett egy nap, amiről ellentmondóak a krónikások hírei. 1500 augusztusában különböző hírek keltek szárnya következő történetről. Megjelent ebben a szobában, itt a Szibillák termében, ahol Alfonzót ápolták, egy katonai különítmény, Cesare embereiből áll természetesen, akik azt mondták a nőknek, hogy merényletet kísérel, vagy merényletet készít elő Alfonzó és a nápolyiak a pápa ellen, ezért mindenkit összeszedtek, akit a teremben találtak, orvosoktól kezdve szolgákig, és mindenkit elvittek. Alfonzó maradt a szobában, és a két nő, Sancha és Lukrécia. És akkor ennek a különítménynek a vezetője, akinek a nevét jól ismerjük a kronikákból, úgy hívják őt, hogy Micheletto Corella, azt mondta a nőknek, de csak nőket lehet így félrevezetni, azt mondta, hogy na menjenek át a pápához gyorsan a nők, aki két szobában allébb tartózkodik, és kérjenek már magyarázatot, hogy most mi van egyáltalán, és hogy ez jogos-e vagy nem jogos. Aztán a végén az történt, hogy a két nő ugye hitt ennek az embernek, nem kellett volna, átmentek a pápához, nagyon rövid ideig voltak távol, a pápa mit sem tudott semmiről, és mire visszatértek, a szobát lezárták, Alfonzót megölték, megfojtották, összeszurkálták, stb. Stb. A nőknek nem engedték meg, hogy megnézzék a holttestet, így Alfonzót, a nápolyi herceget eltakarították az útból, és Lukrécia ismét szabaddá vált, hogy újra a politika szolgálatába lehessen őt állítani. Ezek valóban nagyon szomorú dolgok, és amik ezután következnek, azok még szomorúbbak. Gondoljuk el, hogy ott itt maradt Lukrécia pici, két kicsi fiúval. Az egyikkel, a Perottótól való kis fiúval, akit nem is láthatott, és ezzel a kis Rodrigo di Bisseyével, aki néhány hónapos volt, és tudta, hogy megint az a sors vár rá, hogy férhez adják ahhoz, akihez akarják. És akkor itt azt gondolta, hogy na most ebből most már elég, és fellázadt. Először csak ilyen szelidebb módon azt mondta, hogy elvonul a birtokára, ami már ilyen romos állapotban van, Nepinek hívják ezt a kisvárost, ahol ez a kastély található, ide elvonult, és itt próbált eltölteni egy kis időt, és próbált megnyugodni. Magával vihette az egyik gyereket, a kis Rodrigót, a másikat, azt nem. És ekkor kezdődik Lukrécia életének egy egészen más, és egészen a korábbiaktól teljesen eltérő időszaka. Mégpedig egy olyan időszaka, amikor ellent mondotta az apjának, és azt mondta, hogy nem megy akárkihez férhez, csak ahhoz, akihez ő akar férhez menni.
Ez az 1501 és 1519 közötti időszak Ferrarában játszódik, mert ekkor Lukrécia férhez ment, itt a fősőképen található Alfonso d'Este-hez, és Ferrarában nagyon-nagyon sok minden történt vele, és itt látjuk a kapcsolati hálón, hogy itt már hosszú idő volt ez, és itt már viszonylag ellenséges, vagy teljesen közömbös környezetben élt. Még mindig bírják? Viszti? Jó. Jó, akkor nézzük a tényeket. Tehát 1501. augusztus 16-án hosszas-hosszas húzavona után megszületett egy házassági szerződés, amelyben lefektették az Este dinasztia feje, Alfonso d'Este és Lucrezia Borgia közötti házasság paramétereit. Lucreciának eszméletlen sok pénzt adott az apja, több százezer dukátot pénzben, aztán 75 ezer dukátot ékszerekben, ami nagyon-nagyon sok pénz volt. És ennek ezért az eszték, akik köztudottan rendkívül kapzsi emberek voltak, elfogadtak egy ilyen menyasszonyt, aki egy törvénytelen és egy törvényes gyerekkel rendelkezik már, és két férje tudhat már maga után, vagy maga, igen, tudhat maga mögött, igen. De mégis elfogadták az eszték, akik egy ősi itáliai család volt, és nem igazán fogadtak volna be egy ilyen nőt, hanem kapnak ilyen rengeteg pénzt. De hát ezt megkapták, pénzt, értéktárgyakat és minden egyebet. És az eszték megígérték, hogy támogatják a pápát a politikai küzdelmekben is. Ott volt még egy ilyen átláthatatlan és nagyon súlyos probléma, a törvénytelen kisfiú sorsa. Emlékeznek a római infánsra, aki Perotto vagy Pedro Calderontól született. Az eszték kikötötték, hogy Lucrezia nem viheti magával egyik fiát sem, sem a törvényetes, sem a törvénytelent. De azért, hogy Lucrezia híre, bár mindenki mindent tudott Lucreciáról Itáliában, de hogy a híre ne sérüljön, ezért a pápa két bullát adott ki Lucrezia védelmében 1501-ben. Az egyik bulla, itt láthatunk egy bullát, nem pont azt, amiről itt szó van, de így nézett ki egy pápai bulla. Az elsőben, amit 1501. szeptember 1-én adott ki a pápa, törvényesíti Giovanni Borgiát, vagyis a római infánst, és a bulában az olvasható, hogy Giovanni Borgia Cesarénak, vagyis Lucrezia bátyjának, és egy ismeretlen római nőnek a fia. A második bullában, ez nyilvános bulla volt, a második bulla titkos volt, és ebben a titkos bullában a pápa azt írja, hogy ő a Giovanni Borgiának, ennek a kisfiúnak az apja, és egy ismeretlen római nő az anyja, tehát Lucrezia kikerül ebből a borzasztó helyzetből, abból, hogy törvénytelen gyereke van, és de hát a pápát különösebben nem izgatta az ilyen bullák kiadása, elfogadott ő olyan gyerekeket is, akik biztosan nem az övéi voltak, úgyhogy ezt is könnyen meg tudta tenni. Ezzel nem volt gond. És aztán csodálatos és akkor az még érdekes, hogy Lucrezia még mielőtt távozott Rómából, elosztotta a magánvagyonát, ami nem volt kicsi, a két fia között. Ez is utal valamire, gondolhatunk valamire, de nem kell feltétlenül elfogadnunk. Az eszték állandóan újabb követelésekkel álltak elő, több pénzt kértek, bíborosi kalapot az egyik fiúnak, házat a másik fiúnak, úgyhogy nagyon sok húzavona volt, de aztán végül
megoldódott a dolog, és elindulhatott az esküvői menet, ami nagyon sok-sok száz emberből állt, akik követték Lukréciát, vitték a kelengyéjét, és mentek sok városon keresztül Ferrarába, végig Itálián, tehát középről észak felé. Érintették Urbinót, amelynek két urát látjuk itt, Guido Baldo da Montefeltrót és Elisabetta Gonzágát. Mindketten arról voltak híresek, hogy az urbinai udvart, igazi reneszánsz udvarrá akarták tenni. Tudósokat, írókat, művészeket hívtak az udvarba, és ez egy csodálatos hercegi udvar volt tele műkincsekkel, amit aztán természetesen Cezáre, amikor odaért, akkor kirabolt, és az összes műkincset elvitte, közte Michelangelónak az Alvo Cupido című szobrát is. Ennek a sorsa most azért annyira nem érdekes. És akkor most, nem ezt most, nem, itt láthatjuk Alfonso d'Este-t, aki a férje volt, az utolsó férje volt Lucrezia Bordának. Tisztázta vele, még az esküv előtt találkoztak egy kastélyban, és tisztázta vele, bármint Lucreziával, még a ferrarai esküvő előtt, hogy ha ő parancsol, és a Lucrezia engedelmeskedik, és emellett megszüli az Este örökösöket, akikre nagyon nagy szükség van, és lehetőleg fiúkat, akkor az új herceg asszony bevonulhat Ferrarába, és elfelejtkeznek a múltjáról. Ez egy viszonylag korrekt egyesség volt, ebbe Lucrezia is belement, és érzelmekről természetesen ilyen házasság esetében nem esett szó. Látjuk, hogy Alfonzót egészen más dolgok érdekelték, mint Lucréciát. Szerette az ágyúöntést, szerette a vadászatot, a katonáskodást, és minden olyan dolgot, ami a nőket nem igazán érdekelte. Itt látjuk a ferrarai dómot, most is pontosan ugyanígy néz ki, mint Lucrezia idejében. Itt látjuk a hercegi palotát, amelynek a kapuját két Este elődnek a bronzszobrai díszítik, és ez a lépcső, ez azért nagyon érdekes, és leírják a krónikások, hogy itt látják, hogy a kupola alatt van egy kicsi vízszintes terület. Lucrezia felment a lépcsőn egészen eddig a kicsi vízszintes területig a kupola alá, és akkor azt gondolta, hogy igaziból én mégse akarok itt maradni Ferrarában, és mégsem megyek férhez. De aztán végül is engedett a jól neveltségének, és férhez ment. Itt látjuk a ferrarai Este kastélyt, és ez is nagyon érdekes, hogy itt voltak Lucrezia szobái, és ezt a loggiát a ferrarai Este kastélyban ma is a ferrarainak, ferrarainak Lucrezia loggiájának nevezik. Narancsfák nőnek ezen a kis loggián ma is, és ki lehet menni. A szobákból sajnos nem maradt már semmi, mert volt egy földrengés a 90-es években, ami mindent tönkretett, még a freskókat is, úgyhogy Ferrarában túl sokat nem lehet látni, már abból, ami Lucrezia idejéből maradt. Még egy érdekes dolog, hogy Cezáre ekkor már elfoglalta egész Közép-Itáliát, és Leonardo csatlakozott Cezáréhoz, és mindenféle ilyen hadigépezeteket talált ki számára, hogy jobban menjen a háborúzás. Itt van egy kolostor, amit még megmutatok, de mondja a főnök asszony, hogy még 5 percen van, úgyhogy vigyázok. Ez a kolostor még megvan érintetlen formában Ferrarában, és ez arról nevezetes, hogy ezt borzasztóan szerette Lucrezia, nagyon sokat vonult ide-vissza, amikor csak tehette, hogy szabaduljon a házastársi kötelezettségek elől. A vallási ünnepeket mindig itt töltötte.
Aztán most itt látjuk a költőt, Pietro Bembót, akinek küldte Lucrezia azt a gyönyörű vörös-arany hajfürtőt. Ez egy szerelem volt, nem tudjuk, hogy plátói vagy nem plátói, de minden esetre szerelem volt. És itt egy botránykönyv, ami egész Itáliában, ahogy ma mondanánk, kiütötte a biztosítékot, mégpedig az, hogy az Azolóiak című művét Pietro Bembo Lucréciának ajánlotta, és az ajánlásban megfogalmazta azokat az érzelmeket, amelyeket Lucrezia iránt érez. Ezt lehetett így is és úgy is érteni. Ezeket most már nem mondom el, pedig ezek is nagyon érdekes dolgok lennének. De befejezzük akkor a történetet azzal, hogy volt Lucrezia, mindjárt befejezem, volt Lucreziának egy hölgye, barátnőjének is lehetett nevezni, nagyon sokat segített neki, bonyolult egy történetbe keveredett ez a Barbara Torelli, és erről a néhány sorról lett híres az itáliai költészetben, mindig ezt a néhány sort idézik tőle, az ő férjét is gonosz módon megölték az eszték, és ez a néhány sor tette őt híressé az itáliai reneszánsz költészetben. Ő is egy nagyon, nagyon értelmes, nagyon szép és nagyon bátor asszony volt, aki a sajátjain kívül, akik a szerelmétől, későbbi férjétől születtek, felvállalta a férje korábban törvénytelenül született gyerekeit, és 6 darab gyerekkel költözött el Velencébe, és felnevelte őket tisztességesen. Tehát Barbara Torelli megérdemli, hogy a nevét megemlíthessük. Akkor itt ezeket most elfelejtjük, a háborúkat. Itt látják Isabella d'Este-t, akit a reneszánsz első asszonyának neveztek, de láthatják azt is, hogy milyen borzasztóan hiú volt. Itt már 60-as éveiben jár, de Tizianóval 20 évesként festette meg magát ezen a képen, csak azért, hogy szép legyen, és eleget tegyen azoknak az elvárásoknak, amelyek egy reneszánsz hölgytől elvárható. Jó 60-as volt itt már. Itt látjuk a Mantovai kastélyt, egy másik kastélyt. Itt látunk néhány Mantegna freskót, amelyek nagyon híresek, és ma is láthatók ezek. Itt is volt földrengés, de ma is megnyitották már ezeket a termeket, és láthatók ezek a freskók. Ezt még muszáj, ennélkül nem megyek haza. Ugye meghal Lucrezia édesapja második, meghal 6. Sándor Pár pápa, és egy rövid intermezzo után második Gyula lesz a pápa, aki Michelangelo-t segítette a művészetében és támogatta. És ugye ez fennmaradt, ez a szöveg második Gyula pápa szájából. Látják, hogy az a K. Márki asszony hosszabbítja meg a férje fogságát, Francesco Gonzagáról van szó, azért, hogy kiélhesse a hatalomvágyát, mert az alatt, amíg a férje a velenceiek fogságában volt, ő kormányozhatta nyugodtan Ferrarát a saját belátása szerint. Miértán őrjöng az őrgróf, mármint a fogságban, velenceiek fogságában ülő Francesco Gonzaga, mert úgy érzi, hogy most már nem a velenceiek fogja, hanem azért a hitvány nő személyé. Ezzel talán lehet jellemezni Isabellát, akit a kortársak természetesen rendkívül művelt, rendkívül intelligens, gyönyörű, szép nőnek tartottak, és igazi reneszánsz hölgynek. Itt látjuk Raffaellónak az Aténi iskola című képét, ezt biztosan ismerik, ez nem érdekes, de talán ott látják, hogy kikukucskálott a falnál. A pici Francesco Gonzaga, akit Tuszként tartottak Rómában, azért, hogy az édesapja kiszabadulhasson a velenceiek fogságából. Aztán itt hátlaton Lucrezia, aki teljesítette dinasztikus kötelezettségeit, és számos gyermeket szült a férjének, fiúkat is, és lányokat is, 3 fiút, és
3 lányt. A lányok Apáca Kolostorban végezték, a fiúk pedig aztán később uralkodók lettek. Itt látjuk Vanozza Lukrécia édesanyját időskorában. Itt látjuk a sírkövét, ami ma is látható a Rómában, a Bazilika San Marco Kolostorban. Itt látjuk Lukrécia sírkövét a Ferrarai Corpus Domini Kolostorban. Itt van eltemetve természetesen a férje mellé. Itt van a... Mindegy, erről nem beszélünk, mert nem volt erről most itt szó részletesebben. De ezt az utóhangot még elmondom, és ez az utolsó diám, esküszöm. Emlékeznek Lukrécia loggiájára, amit mutattam, ahol a kicsi narancsfák nőttek. Alfonso unokáját látjuk itt, második Alfonso d'Este-t, aki feleségül vett egy Medici lányt, Lukrécia de Medicit, aki akkor éppen 13 éves volt. 2 évig élt a Ferrarai kastélyban ezzel a férjel, aki aztán később úgy döntött, hogy útban van ez a feleség, nem kellenek már a Mediciek, és szegény Lukréciát, aki abban, azokban a szobában lakott, ahol Lukrécia Borgia, és azon a lodzsán levegőzött, ahol Lukrécia Borgia végül megmérgezte, és 15 éves korában ez a szép Medici lány is meghalt. És itt a vége. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és önöknek, hogy ilyen kitartóak voltak, és végigkövették. A kérdéseket most úgy fogjuk megoldani, hogy itt professzor azt mondta, hogy lehet jönni, és akkor őt körbevenni kérdésekkel, mert itt a logisztikát nekünk menedzselni kell, meg a technikai részét, illetve a szervezési részét. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, jöjjenek jövő héten, ne felejtsék. És ha kérdés van, akkor este 9-ig itt lesz, úgyhogy nem probléma. Azt tudom felajánlani, hogy van nekem egy honlapom, www.röferkatalin.hu. Erre én ráteszek mindenfélét, amit erről a korszakról tudok, sok-sok képet és minden egyebet, és akkor talán egy kicsit kiegészítődik ez a dolog, amit itt el tudtam mondani. Köszönöm szépen!